Ismét megnyíltak a kórház titkos zónái, oda is bepillanthattak az érdeklődők, ahová csak az orvosoknak és az ápolóknak van szabad bejárásuk. Nyílt napot tartottak az intézményben, ahová a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokat és középiskolásokat várták. Bejött ide a röntgen osztályra, hogy csináljunk a kezéről egy röntgenfelvételt. Kira elesett, megütötte a kezét, és azóta nagyon fájlalja. Az orvos röntgenvizsgálatot kért, hogy kiderüljön, csonttörésről van-e szó. Szerencsére a lánynak semmi baja, csak egy szituációs játékban vett részt. Most elgondolkoztam, hogy lehet, hogy orvosi pályára lépek. A radiológiai osztályon vagyunk. Ezt a szakterületet manapság képalkotó diagnosztikának hívják, aminek a része a röntgen, az ultrahang, az izotóp diagnosztika, a mammográfia, a CT, az MR. Itt a kórházban a legtöbb vizsgálatot a röntgenben végezzük. Nem csak a radiológiával, a hemodinamikával is megismerkedhettek a fiatalok, de beleshettek a műtőbe is. És több orvosi eszközt is kipróbálhattak, például vénát szúrhattak, belehallgathattak a stetoszkópba. Nyílt napot tartottak a kórházban, ahol a diákok beleshettek a kulisszák mögé, megismerkedhettek az ott zajló munkával. Nagyon fontos az egészségügyi ellátásnak a pontossága, a megfelelősége, ehhez pedig minőségi betegellátáshoz elengedhetetlen a humán erőforrás, illetve egy megfelelő számú ápoló és orvos álljon rendelkezésre. Ezért úgy döntöttünk, hogy minden évben meg fogjuk rendezni ezt a nyílt napot, kinyitjuk a kapuinkat a város, a megye diákjainak, akár általános iskolás végzős, akár pedig egyetemre igyekező középiskolásoknak. Igaz, hogy ebbe az évbe másodszor tartjuk, másodszor, és jövőre pedig minden évben egyet fogunk megcélozni. Nagyon nagy szeretettel várjuk a diákokat, és szeretnénk megismertetni velük az egészségügyi pályát, annak a szeletét, egyes szeletét, hogy hogy dolgozunk mi, hogy állunk a betegek rendelkezésére, megismerik azokat a magatartási szokásokat, a beteghez való viszonyulást, felszereltséget, a tárgyi feltételeket, amely elengedhetetlen a munkánk során. Egy-két konkrétumot ki tudnánk emelni, hogy mi az, amivel itt találkozhatnak a gyerekek a nap folyamán, és mely helyekre nézhetnek be, ahova úgy, hát normális esetben, szerencsés esetben nem. Igen, először is bemutattuk ugye a kórházat egy diakockákba. Bemutatjuk azokat a tiltott zónákat, hogy így mondjam, a például a szövettani labort. Ugye a patológiáról mindig rémkép van a diákoknak a szemébe, de ott nagyon-nagyon fontos diagnosztikai munka folyik, hiszen a műtétek során, amikor szövettant vesznek, vizsgálnak, akkor ott az orvosok és a szakdolgozók erre kiképzett, több szakmával rendelkező kollégák, szövettani szakasszisztensek, klinikai szakasszisztensek megállapítják azt a szövettanból, hogy milyen ennek a betegségnek, a daganatnak, szöveteknek az állapota, mikor kell gyorsan beavatkozni, avagy öröm van, hogy negatív ez az eredmény. Tehát ide is fognak menni. Mennek a hemodinamikai laborba, amit ugye az a szívkatéterező labor, amiről szintén ugye nem tudják, hogy ez mi. Nagyon korszerű helyen, nagyon jó felszerelt gépekkel rendelkezünk, kiváló országos szintű szakemberekkel, régiós feladatokat ellátva, és itt a röntgen műtős szakasszisztensek segítik az ottani orvosoknak a munkáját. A másik nagyon szeretett dolog a központi műtő, illetve a műtő. Itt ők majd beöltözhetnek, amit nagyon szeretnek. Bemennek a műtőbe, természetesen betartva azokat a higiénés feltételeket, készfertőtlenítés, egyebek, fölfeküdhet a műtőasztalra, beállíthatja a lámpát, tehát megnézheti belülről. Ezt is nagyon szerették ugye tavasszal, nagyon tetszett nekik. Aztán megyünk a skill laborunkba, tavaly ez nem volt, ezt egy uniós EFOP-os pályázat kapcsán nyerte intézetünk. Nagyon-nagyon sok korszerű, modern gyakorló eszközökkel, mint fantomokkal, ahol mindenféle beavatkozást a diákok elvégezhetnek, illetve a hallgatók, itt akár ápoló, akár rezidensek, ugye, akik az orvosi szakma előküszöbén vannak. Ott három területbe is betekintést fognak nyerni, ott kiváló mentőtiszt és kollégák várják őket.
akkor mennek a szakambulanciára, ott a járóbeteg szakellátásban nyernek betekintést, EKG készítést nézhetnek meg, illetve ott is bemutatunk olyan eszközöket, amelyeket ők gyakorolhatnak, amint gyakorolhatnak. A dietetikusaink is idejönnek, dietetikai tanácsot adnak, a higiénikusaink pedig meg fogják tanítani a kézfertőtlenítés alaplépéseit. Én azt gondolom, azt nem csak kórházban dolgozóknak, hanem mindenkinek ezt kellene tudni. Ezek nagyon fontos lépések, ezek megvannak a mozzanatai, nem lehet összekeverni, mert akkor van csak hatása ezeknek. Körülbelül ennyi helyre fogunk menni, ez egy 7 állomást takar, és hát remélem, hogy nagyon jó tapasztalatokkal jönnek. Tavasszal is úgy zártuk, amikor van zárás, és a Totót ugye értékeljük, feltetettük azoknak a kezét, akik valóban ezt a pályát szeretnék választani, és az egy nagy öröm volt, amit a megnyitóban is idéztem, egy Tópart is 17 éves hallgatótól, aki pozitívan értékelte, és valóban azt a lényeget mondta el, hogy milyen volt most a kórházban látni ugye az élet születésétől halálig, és hogy milyen magas szaktudású szakemberek vannak itt. Biztos, hogy ő belőle orvos lesz. Miért érdemes egyébként az egészségügyet választani? Ugye a megnyitóban is elhangzott, hogy itt azért tényleg rengeteg, nagyon sokrétű munka folyik, nagyon sok mindennel találkoznak az orvosok, ápolók, és az is elhangzott, hogy egyre kevesebben választják mégis ezt a szakmát. Mi lehet ennek az oka, és miért érdemes mégis ezt választani? Hát ugye régen a fehér köppeny az mindenkit vonzott. Nekem az édesanyám is mindig azt mondta, kislányom, legyél egészségügyben dolgozó, hiszen arra mindig szükség van. És ehhez ugye kell egy belső indítatás, kell annak lenni, hogy segíteni akarjunk, hogy segítsünk a betegen, segítsünk az odafordulókhoz, rendelkezünk hatalmas empátiás készséggel, kommunikációs készséggel, rendelkezünk olyan elméleti tudással és szakmai gyakorlati készséggel, ezt mind ötvözve, akkor leszünk jó egészségügyi szakdolgozók. Nagyon sokat elemeztem, illetve elemeztük közösen, hogy milyenek az oka. Én elsősorban azt látom, hogy az egészségügyi szakmai képzés változásával megszűntek az egészségügyi szakközépiskolák. Annak idején 100 embert, 100 hallgatót is ontottak ki a kórház világába, az egészségügyi ellátásba válogattunk a jó tanulók között, és akkor átértünk a világbanki képzésre, amikor érettségére épülő 3 év, itt megcsappant, volt olyan osztály év, hogy 6 fő volt egy osztályba, ezt látom, aztán a erkölcsi anyagi megbecsülés is hiányzott, és a nagy felelősség. Tehát ma az egészségügyben akármilyen szinten dolgozik egy munkatársunk, akár ápoló, akár orvosi, hatalmas jogi, hatalmas felelősségi vonzat van, és ha nézzük a populációt, ugye egyszer a betegeknél betegebbek a betegek. Betegek a betegek, nagyon-nagyon nagy a fizikai, nem csak a lelki, hanem a fizikai leterhelés is az ápolók részére, komoly fizikai munka, nagyon sok a gerincbántalommal küzdő kollega, hiszen a teljes elfekvő betegeket kell ugye emelni, és aztán, mivel mondtam, hogy megváltozott, ugye, kitárult a világ, az egészségügy is, a modern technikák, a jogi háttér, a sok dokumentáció, és ezek mind-mind újabb munkafolyamatokat tettek az egészségügyi szakmába. És hát ugye beindult ez a bizonyos, hogy úgy mondjam, külföldre tekingetés, mind a szakdolgozók, mind az orvosok részéről. Én nagyon remélem, hogy azért ők vissza fognak jönni, hiszen elindult a vérezésben egy feljebb ívelő pálya, mind a szakdolgozóknál, mind az orvosoknál. Nagyon sok fejlesztés különböző pályázatok kapcsán érkezett az egészségügybe, megújultak kórházi osztályok, kórházak, rendelőintézeti egységek, a mentőállomások, tehát már korszerűbb és jobb feltétel között tudnak a mai egészségügyi dolgozók dolgozni. Mit ad ez a szakma az benne dolgozóknak?
mit ad? Én, aki már 45. éve dolgozom, mindent. A kórház, a betegellátás az életünk, én azt gondolom. Szeretetet, munkát, elhivatottságot, sok-sok betegember hálás tekintetét, a dolgozóknak az összefonódását. Én azt gondolom, nagyon jó kórházi dolgozónak és egészségügyi dolgozónak lenni. Az eseményen részt vett Mészáros Attila is, az alpolgármester az egészségügyben dolgozókat méltatta, valamint arra buzdította a fiatalokat, hogy válasszák hivatásukként. Érdemes magyar egészségügyben tanulni, és utána pedig dolgozni. Szerencsére szakképzés esetében a Bugát szakgimnázium itt áll a Székesfehérvár, illetve a megyei fiatalok rendelkezésére, hogyha szakápolói vagy mentős munkát szeretnének vállalni. Bár folyamatosan fejlődik a felsőoktatásunk, de orvosképzésünk még nincsen, de természetesen erre néhány évre szívesen elengedjük a fiatalokat, hogy tanuljanak, hogy aztán visszatérve akár itt a kórházban, akár pedig az alapképzés, az alapellátásban dolgozzanak. Úgyhogy köszönöm a kórháznak a szervezést, és reméljük, hogy minél több fiatal válaszol a magyar egészségügyet. Ugye a modern városok része egy új tömb építése itt a kórházban. Hogy áll ez a folyamat? Folyamatosak a kormánnyal az egyeztetéseken. Nagyon bízom benne, hogy néhány napon, heten belül megszületik a megállapodás, hiszen szakmai kérdések vannak a kórház tömbbel kapcsolatban, és utána pedig már hamarosan az építkezés is megindul. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy ez az utolsó blokk, ami megújul, hiszen 2010 óta már egy nagy tömb elkészült. Ugye folyamatosan évről évre valamelyik osztály megújul, ehhez Székesfehérvár önkormányzata is sok-sok forrást biztosít. Minden évben, akár korábban a pszichiátria, akár más osztályok esetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar egészségügyben nagyon viszonylag jó állapotú intézmény van, és hát az ismerve az itt dolgozókat pedig azt gondolom, hogy nagyon-nagyon elhivatottak a magyar egészségügy irányában. A kórházban több ezren dolgoznak, közülük mintegy 400 orvos. Ennek ellenére az intézmény is munkaerőhiánnyal küzd. Ezért tartják fontosnak a fiatalok megszólítását, hogy a későbbiekben is biztosított legyen az egészségügyi gárda folyamatos utánpótlása. Az egészségügyi szakdolgozói kamara is sokat tesz ezért. Azt mindenki tudja, hogy nagyon sok újítás történt az egészségügyben. Eszközbeszerzések, új épületek. Egyetlen dolog hiányzik mára nagyon. Az utánpótlás. A ma az egészségügyben dolgozók gerincét az 50 év felettiek adják, és ők, akik még a régi rendszerben kerültek be 17 évesen, egészségügyi szakiskolából bekerültek az egészségügybe, a nők 40 évével elmennek nyugdíjba. Nagyon kritikus a helyzet, én úgy gondolom. Ezért is gondolta a kamara, hogy érez akkora felelősséget az egészségügyi ellátással kapcsolatban, hogy ő ezt a zászlajára tűzi. Készített a kamara 15 kétperces kisfilmet, amiben egy-egy szakterületet mutat be, mint gyógytornász, dietetikust, oly szinten, hogy kedvet csináljon ahhoz a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, hogy ezt a területet válassza. 2019-re és 2020-ra is készült pályaválasztási tanácsadó, pályaválasztás címmel, amelyben szintén az egészségügyben fellelhető szakterületek nagy többségét bemutatjuk. Ezen túlmenően, mint ahogyan az intézet ápolási igazgatója is elmondta, második alkalommal itt Fejér megyében kórházi nyílt nap zajlik, amelyet a kamarával közösen szervezett a kórház. De a megyében, Dunaújvárosban is szerveződött egy kamarai nyílt nap, és ezen túlmenően megkerestük a város, a megye általános és középiskoláit, és a kamara tisztségviselői, akik nagyon sokan a kórház dolgozói, majdnem mindenki, a két nagy kórházé mindenféleképpen, ők nagy aktivitással és nagy lendülettel a dolog fontosságát érezve fordulnak e felé, a feladat felé.
Ez az iskolák látogatása osztályfőnöki óra keretében, vagy egészségügyi, most legutoljára előszálláson voltunk, ahol egészségügyi hónap van októberben, és ők egy délelőttet adtak nekünk, ahol a gyerekeknek bemutathattuk ezeket a filmeket, személyes beszélgetésre volt lehetőség, illetve bemutattuk ott a kórházunkat is. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell találnunk azokat a fiatalokat, akik, így mondom, hogy elcsábíthatóak az egészségügy felé. Én azt tapasztalom, hogy a mai fiatalok, legyen szó általános iskolásokról, vagy középiskolásokról, egyre nehezebben választják az egészségügyi pályát. De mondhatnám azt is, hogy nem csak az egészségügyi pályát, az én véleményem szerint minden olyan területet, ahol az emberekkel közvetlen kontaktusba kell kerülni. Ezt hozta maga a kor, én úgy gondolom, de azért próbálunk ezzel, hát úgymond szembeszállni ezzel a trenddel. Én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy megmutassuk, hogy mi a mi munkánk, és nagyon nagy szükség van igazából a személyes átadásra. Amikor én el tudom mesélni, hogy én miért választottam ezt a pályát, mi az a pozitívum, amit nekem ad, miért mondom 40 év után azt, hogy életem legjobb döntése volt, hogy az egészségügyet választottam. Én azt gondolom, hogy ezekkel tehetünk meg olyan aprónak tűnő lépéseket, aminek az eredménye az lehet, hogy a fiatalok majd szeretnének idejönni.